ruhába lettem bronzes, és látszik is rajta néhány folt, mivel direkt úgy mostam ki, hogy ezt a ruhát nem fogom többször felvenni majd, ezt majd szépen be lesz kereteztetve. Látszik benne a kicsi vérminták, így a vérfoltok benne, amikor eltört az orrom, de ez a ruha, ez így jó, ezt így szeretem. Páspataki Gábor örökre beírta a nevét a sporttörténelembe, amikor a 2021-es olimpián bronzérmet szerzett karatéban. Most Budapesten találkoztam vele az edzésén, ahol arról mesélt, milyen érzés volt számára, amikor nyakába akasztották a bronzérmet. Az olimpiai dobogón egy felejtetlen érzés volt állni, mivel elég sokszor álltam már a dobogón, de tényleg amikor odaadták nekem az érmet, mivel a Covid miatt sajnos nem tudták a nyakamba akasztani, és így megnéztem, felvettem, és utána így kb. Egy fél percig, nem, szerintem az összes ember láthatta azt, aki időben követte az eseményt, hogy még a maszkom alatt is lehetett látni, hogy mosolygok is, így csak fél percig néztem az érmet, és csodálkoztam azt, hogy ez most tényleg a miénk, és ezért dolgoztunk 4 évig. Úgyhogy szerintem ezzel fog kicsúcsosodni az én karrierem. A 25 éves sportoló elárulta, hogyan építi fel meccseinek stratégiáját, de még kedvenc ütés és dobás technikáit is megmutatta. A meccs 3 perces, és általában egy versenyző 3 részre osztja föl. Van az első része, amikor az előnyszerzés van és az előkészítés, a második részben a tartás és az előny növelése, illetve a 3. része, ahol pedig a védekezés van és a meccsnek a megnyerése. Amit kedvencemnek mondhatunk, ami az én szuperpontom, az első kezes fejütés, illetve a dobás technikák. Ezt is lehetett látni az olimpián, hogy amikor bezártam egy szituációba, akkor mindenki már menekült előle, mert tudták, hogy én vagyok ott a legerősebb. Egy izompacsírta vagyok. Jokogeri, ami ugyanúgy testre irányul ütés, ez egy megállító ütés. Vannak forgórugásaink, mint az ilyen nagy filmekben, amik ugyanolyan uramavasigerik, csak az usiró, az a forgás benne. Amikor azt mondja valaki usiró-mavasigeri, akkor az ez a rugás. A sima uramavasigeri, az pedig amikor talpa rúgom meg ugyanúgy a fejbúbját. Ezek a legegyszerűbb technikáink, amiket tanulni szoktunk, és ezeket lehet kombinálni kizámi gyakú, vagy kettős gyakú. Gábor 5 évesen kezdte el a karatét, bár azóta már 20 éve eltelt, az első edzésére a mai napig emlékszik. Egy szórogat meg az egész karatéból az, hogy cuki, karecuki, juncuki, meg ezek a kis dolgok, és mondom, hát akkor biztos a karate is cuki. És rá fél évvel később rájöttem, ez mégis annyira cuki, mert a verekedésben is azért elég keményen egymásnak pattantunk már 5 évesen. És hát mind a kettő részét megnyertem, a formagyakorlatot is, meg a verekedés is, a küzdelmet. És ott tetszett meg ez a sportág igazán. Most megmutatom azokat a pontértékű technikákat, amik egy pontot érnek, azok csak a kézütések lehetnek, azok a fejre irányuló, illetve a testre irányuló ütések, ami a gyakucukinak a fizami. Gábor korábban több sportágban is kipróbálta magát. Mindegyikben kiemelkedő tehetségnek számított, viszont a karate volt az, amiben megtalálta számításait. Az olimpikon gyerekkori álma az volt, hogy katona legyen, de nem vették fel a katonai szakközépiskolába, ezért maradt a sportgimnázium. Lehet Isten akarta így az, hogy oda ne vegyenek föl, hanem a sportgimnáziumba, és utána lett az a, úgymond a karate mellett a végleges célom. Nagyon jó sportág a karate, mivel nem csak arra tanít meg, hogy üssél meg, hogy rúgjál, hanem megtanít nagyon sok mindenre, megtanít alázatra, megtanít tiszteletre, figyelemre, és ezt nem csak a karatén belül tudod hasznosítani, hanem egyaránt a karatén kívül is az életedben. Gábor az olimpia óta sem pihen. Már részt vett egy kvalifikációs versenyen a dubai felnőtt világbajnokságra. Jövőre Amerikában a világjátékokon, 2023-ban pedig a krakói európai játékokon vesz részt. Mindkét helyről szeretné elhozni az aranyérmet.